Isten haldokló, kegyes Jézusom, jövök én tékozló, hozzád orvosom. Nagy bűnökkel teltem, elém térdepeltem, én kegyes Jézusom, tisztítsd meg a lelkem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Április 1-je van, Nagybőjt 5. hetének szerdája, és a Szentmisét felajánlom a Bokodiakért és a Dadiakért, hiszen ezen a napon oda szoktam menni Szentmisét bemutatni. Most a Szentmise elején tekintsünk magunkba, és tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, áraszt híveit szívébe kegyelmed világosságát, hogy bűneinket megbánva neked szenteljük magunkat, adj nekünk istenfélő lelkületet, és hallgasd meg jóságosan esedezésünket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. A babiloni fogság idején Nabukodonozor király elé hurcoltak 3 ifjút. Sidrák, Misák és Abdenágó volt a nevük, és a király kérdőre vonta őket. Igaz-e, hogy megvetitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet készítettem? Nos, hogyha fölharsan a kürt, a fuvola és szóla hárfa, lant, koboz és citera, készek vagytok-e szobor előtt leborulni és imádni azt? Mert hogyha nem, nyomban tüzes kemencébe vetlek titeket, és van-e olyan Isten, aki kezemből megszabadít titeket? Sidrák, Misák és Abdenágó így felelt a királynak. Nem szükséges, ó király, hogy erre válaszoljunk neked. A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből. De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy isteneidet akkor sem tiszteljük,
és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk. Ekkor a király nagy haragra lobbant az ifjak ellen. Arca is elváltozott, és úgy rendelkezett, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be. Majd meghagyta legerősebb katonáinak, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abdenágot, és vessék őket a tüzes kemencébe. Így is történt. Ők azonban sértetlenül jártak, keltek a lángok között, magasztalták Istent, aki Úr mindennek fölött. Ekkor a király megdöbbent és sietve felállt, és így szólt főembereihez. Nem, de három megkötözött ifjút dobtunk a tűzbe. Azok azt felelték, úgy van nagy király. Ekkor a király így folytatta, én azonban négy férfiút látok, és ezek kötelékeiktől megszabadulva sértetlenül járnak, kelnek a lángokban. A negyedik éppen olyan, mint Isten angyala. Majd így fohászkodott. Áldott legyen Sidrák, Misák és Abdenágó istene, ki elküldötte angyalát hű szolgái megmentésére. Ők csak benne bíztak egyedül, és nem hallgattak a király szavára. Kockára tették életüket, hogy az igazság Istenén kívül ne kelljen más Istent imádniuk és szolgálniuk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy templomodban dicsőséged szent helyén, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy királyi trónodon, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy az égbolt fölött. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, és álhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal Jézus a benne kívül zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik, ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim. Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket. Ők erre tiltakoztak, Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy szabadok lesztek? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga nem marad mindig uraházában, de a fiú ott marad mindvégig.
Ha viszont Isten fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit atyámnál láttam, ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre közbevágtak a zsidók, a mi atyánk Ábrahám. Jézus így folytatta, ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett, de ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek. Ők azonban tovább erősködtek. Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van, az Isten. Jézus azonban megállapította, ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kijárási korlátozás van, és az ember nehezen viseli el egy demokráciában azt, hogy megvan szabva, hogy mikor mehet boltba, hogy nem gyülekezhet szabadon. Persze megérti az ember, erről tegnap beszéltünk, ez egy kényszerítő erejű igazság, amit minden ember meg tud érteni, hogy a betegség terjedése érdekében, vagy elkerülése érdekében az emberek ne járjanak ki. Francia forradalom óta az egyik jelszava volt a szabadság. A szabadság egy egész más értelmezést nyert, mint amit Jézus Krisztus mondott a Szentírásban, az evangéliumban. Azóta a szabadság nem mást jelent, mint hogy azt teszem, amit akarok, amit kívánok, amire vágyom, azt gondolok, amit akarok, és ezt ki is mondom akkor és ott és ahol akarom. És ez a fajta szabadság, ez egy függetlenséget jelent. Egy mozgástér, amiben én vagyok a főnök, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ősbűnnek a kísértése az volt a sátán szájából, a kígyó szájából, hogy hogyha megízlelitek a jó és a rossz tudásának a fáját, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát tulajdonképpen Istenné lesztek. Ha ti mondjátok meg, hogy mi az igazság, és mi a hazugság, mi a jó, és mi a rossz, akkor lesztek igazán szabadok, mint az Isten. Ebben az értelmezésben egy kijárási korlátozás, az a szabadságunk korlátozása. A mai olvasmányban ez a három fiatalember, Sidrák, Misák és Abdenágó, Nabukodonozor király kérésére, kérdésére, parancsára, hogy imádják a bálványt, az aranyszobrot, ők szabadon azt válaszolják, hogy nem. Hogy ők az igaz Istent imádják. Ha az életükbe kerül, akkor is. Na, ez a szabadság. Tehát nem az, hogy bármikor bármit tehetek, mondhatok, gondolhatok, és hogy én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi az igazság és mi a hazugság, hogy független vagyok a mennyei atyától, nem ez a szabadság, hogy független vagyok Jézus Krisztus tanításától, ez egy hazugság, hogy ez lenne a szabadság. Pedig a világ ma ezt így értelmezi. Az igazi szabadság például ott van próbára téve, amikor valakinek az élete árán meg kell vallani a hitét, vagy meg kell menteni valaki mást, és megteszi. Na, az az igazi szabadság. A szeretetnek a szabadsága például életemet odaadni valaki másért. A hitnek a szabadsága azt mondani, hogy ha megölsz is, én keresztény vagyok. Az igazi szabadság az nem függetlenség mindenki mástól, hanem egy boldogító, függő kapcsolat az Istentől. Elismerni, hogy a gyermeke vagyok, és az ő játszóterén szabadon játszom. De a játszótéren is
vannak szabályok, nem ülök rá másnak a játékára, amikor ő benne ül, és a többi, és a többi. Tehát vannak szabályok, Isten, a mennyei atyánk ezeket bölcsen meghatározta, és a szívem szabad. Az egyikben a cselekvés, inkább a cselekvés és az akarat szabad, arra, hogy amit akarok, megteszek, úgy teszem, ahogy akarom, a másikban a szívem szabad a bűntől, és a bűnös vágytól, meg a hazugságoktól. Azért mondja Jézus, hogyha megismeritek az én tanításomat, és megtartjátok, akkor majd megismeritek az igazságot. Ha megmaradtok tanításomban, tehát ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni gyakorolni Jézusnak a tanítását, megmaradni a tanításában, illetve abban, hogy ő Isten fia, ebben is meg kell maradni ebben a hitben, akkor lesztek igazán a tanítványai, megismeritek az igazságot. Az igazság megismerése az egy életen át tartó folyamat. Rengeteg hazugságot van a fejünkben. A kígyó hazugságai a kezdetektől a végidőkig ott lesznek a közgondolkodásban, ott lesznek az egyes emberek gondolkodásában, és mindannyiunkban vannak féligazságok, tehát hazugságok, és ezektől is meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy szabadok legyünk. Hát erre a szabadságra hív minket az Úr Jézus, hogy tudjunk az ő gyermekeiként, a mennyei atya gyermekeiként szabadon rátenni az életünket valamire. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a mai fiatalokra mondják, nem tudnak elköteleződni. Egyre nehezebben, egyre későbbre tolódik ki valamiféle döntés házasságról vagy bármi másról, hogy mi akarok lenni. Az igazi szabadság az nem az, hogy mindenbe belekóstolok, hanem hogy megtalálom az igazi kincset, és azt választom, legyen ő egy ember, legyen egy hivatás, és aztán megyek ezen az úton. Nyilván más egy személy megtalálása és a házasság, mert szakmát, hivatást lehet változtatni, ez nem bűn. Azt mondta erre azt a példát, vagy ezt a képet használta Pap Miklós, hogy a mai ember úgy néz ki, egy nagy rét közepén áll, és körötte mindenhol le van taposva a fű, de nem látszik egyetlen egy csapás sem kitaposva. Vagyis, hogy minden irányba lépett egyet, aztán visszalépett. Lépett egyet arra is, visszalépett. Lépett egyet amarra is, visszalépett. De egy úton sem indult el, tehát egy helyben van. Ez lenne a szabadság, hogy ott vagyok, egy helyben toporgok. Jézus arra hív, hogy kövessük őt, az egy mozgás, hogy menjünk utána ezen a keskeny úton. A keskeny út szabadsága nem az, hogy bárhova léphetek, hanem hogy értelmes az életem, és hogy tudom, hogy ennek az útnak a végén ott vár a mennyország. Amen. Isten fizesse meg. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltunk jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybőti szent beszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A kegyelem ereje segítse minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álhatatosan megmaradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, irgalom atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
porba térek. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, eléd hozzuk a kenyeret és a bort, amelyeket azért ajándékoztál nekünk, hogy dicsőségedre felajánljuk. Add kérünk, hogy lelkünk orvosságává legyenek Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk neked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged,
Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Ámen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, kérlek.
Urunk Jézus, újra és újra megkísért bennünket, hogy a szabadság azt jelentse számunkra, hogy elszakadunk tőled és a te parancsaidtól, és hogy önmagunkat akarjuk meghatározni gondolkodásunkban, cselekedeteinkben, de közben kiszolgáltatjuk magunkat a hazugságnak és a bűnnek. Köszönjük, hogy te vagy az igazság, és hogy eljöttél, és a te tanításodban maradva megismertünk téged, aki az igazság vagy, és szabaddá teszel minket. Őrizd meg, és segíts megőrizni szabadságunkat a hazugságtól és a bűntől. Hiszen a neved is azt jelenti, Isten a szabadító. Könyörögjünk. Istenünk, gyógyítson meg minket a szent áldozás, tisztítsa meg szívünket a bűntől, és részesítsen örök oltalmadban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen meg benneteket a minket szerető és mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Ó, szerencsés bűnös ember, néked támad életed. Jézus Krisztus meghal érted, ó, végtelen szereted. Üdvözítőd lett tűnéked, az életben hű vezéred. Áldozat lőn éretted. Íme nézzed koszorúját, áldott fejét szurdalja. Nézzed testét, mi iszonyú, nagy fájdalom fordalja. Kezel, lábas minden ere, gyötrelemes kínnal tele. Mindenét kiszaggatja. Tövis közt a liliumot, bűnös ember szeresse. Atya Isten szent fiáért, változtasd meg életed. Ó, ne bázsd őt vétkeiddel, erkölcstelen életeddel, mert ő a te Istened.